Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuját a koronázó bazilika a Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont. A nagy beruházás közel 4 milliárd forintból az Árpádház program keretében valósult meg. A látogatók a Nagyboldogasszony bazilika történetét, az államalapítás időszakát, a Szent Istváni korszakot ismerhetik meg a kiállítóterekben. A földszinten a hajdani mozi nézőteret idéző 400 négyzetméter alapterületű kiállítóteret alakítottak ki. Itt idézik meg a bazilika alapítójának, Szent Istvánnak az alakját és az alapítás időszakát. A látogatóközpont megnyitóján Cserpalkovics András polgármester az esemény jelentőségéről beszélt. Mint mondja, végre lesz egy olyan központi épület az egykori koronázó bazilikához közel, ahol a látogató információt kap arról, hogy miért a nemzet történelmi bölcsője a mai nemzeti emlékhely. Itt a kövek segítségével, a kőfaragványokat megnézve, a különböző elektronikai, digitális lehetőségeket kihasználva mindent átadunk, amit ma tudunk erről a egykori templomról, annak a jelentőségéről, a királykoronázásokról és temetkezésekről, és valaki ezt megnézi, és utána átmegy a nemzeti emlékhelyre, akkor már úgy lép oda be, hogy ugyan sajnos nem áll az egykori templom, de mégiscsak úgy magába egy kicsit elképzeli, és a hely jelentőségével pedig tisztában van. Hazánkban minden 9.-10. gyermek koraszülöttként látja meg a napvilágot. Koraszülöttnek számít az, aki a 37. terhességi hét előtt jön a világra, illetve súlya nem éri el a 2500 grammot időre születés esetén sem. Erre a sokakat érintő témára és a koraszülöttek, valamint az ő családjaik támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet a Koraszülöttek Nemzetközi Napja. A világnap alkalmából a Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház újszülött csecsemő és gyermekosztálya színes programmal kedveskedett volt koraszülöttjeinek és szüleiknek. A gyermekosztály ambulanciáján az aulában táncbemutatóval, népi gyermekjátszóval várták a családokat. A kórházi programok mellett a Városháza is lila díszkivilágításba öltözött, amely Székesfehérvár közösségének összefogását hirdeti, felhívva a figyelmet a koraszülöttekre és családjaikra. Az nagyon fontos, hogy ilyenkor felhívjuk a figyelmet a lila színnel, ami a remény színe a mai napon, a Városháza is lila színbe öltözik, és gondoljunk azokra a pici hősökre, akik sokat küzdenek annak érdekében, szüleikkel, családjaikkal, az egészségügyi szakemberekkel, a fejlesztő pedagógusokkal, hogy aztán egy teljes életet tudjanak élni. Szerencsére egyre jobb körülmények, egyre jobb eszközök, műszerek vannak arra, hogy a kicsik jól fejlődjenek. Ehhez azt gondolom, hogy igyekszünk az állammal, a kórházzal mindent megtenni. Kerekasztal beszélgetésekkel, tanúságtételekkel, workshopokkal, felnőtteknek és középiskolásoknak szóló témákkal várták az érdeklődőket szombaton két helyszínen, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban és a Ciszterci Szent István Gimnáziumban. Élni teljesen jó címmel országos életvédelmi napot rendezett a Székesfehérvári Egyházmegye. A nap folyamán a természetes fogantatástól a természetes halálig többféle témában tájékozódhattak a résztvevők. Szóba került a családtervezés, az abortusz, az örökbefogadása, nevelőszülőség, a lelki örökbefogadás, a közösség megtartó ereje és az időskor. A fiatalok számára a gimnáziumban tartottak előadásokat olyan témákban, mint a párválasztás, gyermekáldás, hivatás. Itt workshopokra is várták a diákokat, többek között olyan témákban, mint a szerelem, a barátság, a lelki terhek feldolgozása. A családok helyzete a mai világban eléggé megkérdőjelezett. Már pusztán az is egy kérdés, hogy mit tekintünk családnak, hogy kik alkotnak egy családot, hogy a családon belül hogyan kell hozzáállni az élethez, az élet szolgálatához, az élet elfogadásához, az élet felneveléséhez. Ezekben a kérdésekben, ahol bizonytalanságok vannak, mert sokféle vélemény hangzik egyforma erővel a világba, azt éreztük, hogy fontos, hogy a katolikus egyház álláspontja is elhangozzék megfelelő erővel, megfelelő súllyal. Második alkalommal rendezett a Harman Becker Kft. Az Óbudai Egyetemmel és Székesfehérvár önkormányzatával együtt prototípus fejlesztő versenyt középiskolások és egyetemisták számára. A versenyre az ország minden részéből nevezhettek diákok. A selejtezőbe egy kisfilm elkészítésével juthattak a fiatal programozók, majd onnan 6 középiskolás és 8 egyetemista csapatot választott ki a szakmai zsűri a pénteki 24 órás döntőbe. A versenyzőknek idén egy olyan eszközt kellett fejleszteni, ami az autóban ülő sofőr
sofőr mindennapi dolgát könnyíti meg és hozzájárul a balesetmentes közlekedéshez. A versenyen péntek 14 órától szombat 14 óráig vettek részt a diákok, akik a megmérettetés során maguk oszthatták be az idejüket. Kis István, a Harman ügyvezető igazgatója kiemelte, azon túl, hogy a diákok az eseményen megmutathatják tehetségüket, szeretnék a vállalat utánpótlását is növelni. A Harman számára az utánpótlás nevelés, a középiskolák és az egyetemi diákok bevonzása műszaki területre, illetve arra területre, vagy arra termékkörre, amiket mi gyártunk, hogy utánpótlásunk meg legyen, ez megkezdődött már 5-6 évvel ezelőtt a duális képzéssel, a technikusi képzéssel. Már korán reggel megkezdték az előkészületeket szombaton a székesfehérvári asszonyok a kézművesek házában. Az elkövetkezendő hétvégéken az adventi időszakra készülve különböző karácsonyi díszeket, ajándékokat készítetnek a Rácz utcában látogatók. Hudáné Fenyves Zsuzsa, az asszonyműhely vezetője elárulta, hogy a következő hétvégén mézes kalács sütéssel, csuhézással és varással is készülnek az érdeklődők számára. A foglalkozásoknak bár asszonyműhely a neve, de a fiatalabbakat is várják, hogy időben elsajátíthassák a mindennapokban is fontos praktikákat. Most már itt van az adventi időszak kezdete, úgyhogy most a következő két hétvégén, vagyis nem hétvégén, hanem két asszonymihely alkalom, már a karácsonyra készülünk. Nagyon sok apróságot hoztam, varrunk kézzel is, géppel is, úgyhogy ajándékokat készítünk a mai napon.